Úgyhogy ami egy közös probléma, ez egy közös probléma. De valahogy érinteni fog, mert egy helyen élünk. De őszintén nem gondolok magamról bátornak, én inkább merős vagyok. Sziasztok! Kaproncai Stefi vagyok, és ez a Bátor és Szabad legújabb része. Mai vendégünk Rea Milla, a Szomáliában született modell. Reának nagyon fiatalon, 14 évesen kellett egyedül átszelnie a félvilágot, egy kényszerházasság elől menekülve. Egy évig utazott egyedül, volt, hogy embercsempészek segítségével. A folyamatos bizonytalanság és rengeteg megpróbáltatás után Magyarországon, a Fóti gyermekvárosban talált új otthonra. Rea az őt ért nehézségek ellenére is pozitívan áll az élethez. Aktivistaként olyan szervezetekkel dolgozik együtt, mint az UNICEF vagy a NOAR, mert fontosnak tartja, hogy erőt adjon másoknak is. Ma arról beszélgetünk, hogy mi hajtotta őt a végtelennek tűnő utazása során, és hogyan tud ennyi megpróbáltatás után is bátor maradni, és másokat is erre ösztönözni. Tartsatok velünk! Szia, Rea! Nagyon köszönöm, hogy vállaltad ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy itt lehessek. Kérlek, meséld el röviden, hogy hogyan érkeztél meg Magyarországra, és miért jöttél ide? Szóval nagyon hosszú a történetem, ezt biztos hallottad. Én amúgy 14 éves voltam, amikor az apukám úgy döntött, hogy férhez fog adni. És ez az igazság, hogy ő akkor még nem is lakott velünk. De mivel ő az édesapám, és a szomáliai kultúrában ugye férfiaknak van a legnagyobb, hát mondjam, hogy ők dönthetnek, hogy ki mikor fog házasodni, és ki mit fog csinálni, és minden rajtuk múlik. Az anyukák semmit nem tudnak csinálni, és ő, mivel az édesapám, eldöntött azt, hogy valakinek fog adni engem, és persze kapott, teveket kapok, azt hiszem, és meg pénzt is kapott. Úgyhogy a kérdés nélkül eladta, és anyukám hallotta valakiről, hogy mit tette. Aha. Persze a szomáli otthon, ahol éltünk, mi ennyire pici volt, hogyha valaki valamit csinálja, akkor mindenki hallja. Úgyhogy ő valaki a rokontól hallott, hogy mit tette az apukám. És anyukám tervezett, hogy akkor most mit csináljunk. Persze anyukámnak nem volt ugye a könnyű élete, és amiatt nem akart semmiféleképpen, hogy én 14 évesen valakinek legyek a felesége, és azt, hogy ne taroljak, semmi ne csinálják, és akkor ki tudja, hogy mi lesz a sorsom, és ezt nem akarta nekünk. És ő segített engem, nekem, hogy elmeneküljek otthonról. Én amúgy nekem 6 testvéreim vannak, és én vagyok a legidősebb. Én vagyok a 7-en vagyunk együtt amúgy, szóval én vagyok a legidősebb, és mivel én voltam a legidősebb, én voltam az első, akit eladta. És ugye ilyenkor az van, hogy ha maradnék ott, akkor az van mindig, hogy nem csak magamnak tudok segíteni, se családomnak, hanem mindig az van, hogy lehet, hogy nem is tudnék semmit, úgy, mint lehet, tudok otthonról adni a férjem, arról mindig elszökni, és egy többi, de ez nem annyira jó anyukámnak, hogy mindig házak között vagyok, és egy többi, és amiatt ő gondolkodott, hogy akkor mit csináljunk, és először azt csinálta, hogy elrejtett engem egy másik ismerősnél a házában, és gondolkodott, mit csináljunk, és ugye mi hallottunk mindig, hogy a Szomáliára sokan elmenekültek a háború miatt, már régen is, és még akkor is, és akkor talált egy embercsempész, aki mondta, hogy segíteni fog nekem, és ő hozott Szomáliáról Görögországig, és nekem úgy volt, hogy a Szomália, Irán, Törökország volt utána Görögország, Szerbia, Szerbia után volt a Magyarország, és ott volt a vége. Akkor mondtam, én így onnantól már nem megyek sehova, és mert ez egy évig tartott. És hajdalmas hosszú volt. És mit tanultál ez alatt az egy év alatt? Ez azért egy nagyon hosszú utazás, nagyon sok minden történhetett veled. Mi az, amit így magaddal viszel ebből? Nehéz volt, ez biztos, és még talán amikor elindultam, egy kicsit naív is voltam, mert az volt a fejemben, hogy jó, elmegyek valamelyik jobb országba, és akkor majd gyorsan keresni fogok valami pénzt, és dolgozni fogok, és akkor már segíteni fogok a családomnak. Nem gondoltam volna, hogy egy évig fog tartani ez út, amire egy jobb helyre kerüljek. És voltak, amikor persze majdnem felálltam, és mondom, hogy nem megyek tovább, már nem bírom, és
azok pillanatban, amikor ilyen helyzetben voltam, mindig azon gondolkodtam, hogy igen, lehet, hogy ez nehéz, rossz, fáj, most nem bírom tovább menni, de családom miatt indultam, és mindig próbáltam emlékeztetni magamat, hogy mi miért indultam, mm-hmm. és akkor ez tartott engem össze, mutatom, mm-hmm. meg tudom mondani ezt. Úgyhogy szerintem mindig a családomra gondolkodtam, hogy van fontos dolog, ami miatt mindennél fontos, úgyhogy nem számít, hogy milyen nehézségen keresztül vagyok, vagy van vagyok, és ezt amiatt mindig tudtam tovább menni. Az állami gondozás milyen élmény volt neked? Nehéz volt, de őszintén a futigerek otthon, ott nagyon szerettem, őszintén mondom, mert ott legalább ugye otthoni emberek tudták arról, hogy ugye mi honnan jöttünk, és milyen helyzetben vagyunk, és a többi, és ott készen voltak állva, ugye, hogy tudnak segíteni nekünk. És ott pedig ugye több menekült gyerekek is voltak, akikkel tudtam volna arabul beszélni, szomália beszélni, angolul is beszélni. És ott más volt, és ott jobban szeretem. És aztán ugye, amikor 15-ben volt ez a menekült hullám, akkor mindenki, akinek volt érvényes papírja, és már beszél magyarul, és járt iskolába, fútról költözték, tették minket Budapestre. És mivel én voltam egyedülálló már egyedüli lány ott Fudi gyerekotthonban, én kerültem egyedül egy lány intézetben, ahol persze nem menekültek voltak, hanem olyan lányok voltak, ugye, akik nehéz helyzetben miatt jöttek oda, családi problémák, más okok miatt. Egy krízis helyzetű hely volt igazából, és ők ugye ott nem érték, hanem hogy ideig voltak, és aztán már ugye nevül otthonba menték, vagy a szülőkhoz mentek. Én pedig ott éltem. És ez egy kicsit nehéz volt látni, ugye, vagy ezt tapasztalni, hogy milyen más sorsú emberek vannak. És amikor ott voltam úgy, nem magamat sajnáltam legtöbbet, hanem őket. Mert valamiért én tudtam azt, hogy miért vagyok ott. Én tudom, azért voltam ott, mert a családom millió kilométernél vannak messzébb, és nem tudnak itt lenni velem, és amiatt voltam ott. De ők pedig ott van egy családjuk, közel vannak, de mégis ilyen helyzetbe kerülték, hogy el kellett hagyniuk otthont, és akkor ilyen nevelők között nevelő otthonban kellett lenniük, és nem annyira volt fényes a sorsuk, vagy az, hogy mi lesz velük a jövőben sem. Senki nem tudta, mit akarsz lenni, mit kell csinálnia. A nevelők is sajnos nehéz helyzetben voltak, mert ugye kevesen voltak, és nem tudják ennyi ember lefigyelni, adalni ezzel, amit tényleg igényük van, és szükségük van. És az szomorú volt látni őszintén, hogy ebbe ezt megélni. Beszéltél arról, hogy Szomáliában milyen szokások voltak, és hát ezek a szokások ilyen nagyon erősek, nagyon meghatározzák azt, hogy hogyan gondolkozunk a világról. És szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki szembe merjen szállni ezekkel a szokásokkal? Az biztos, hogy meg kell látnia szerintem más dolgot is. Mert ugye, hogyha valaki egy dobozban van, és akkor soha nem hallotta semmi más, soha nem látta semmi más, csak az, ami abban a dobozban volt, akkor nehéz gondolkodni más szemmel, vagy más aggyal gondolkodni. És nekem szerintem segített az, hogy ugye én kijöttem otthonról, és akkor látom, hogy nem is amúgy így működik a világ, nem kell mindenkinek azt csinálni, amit otthon mondták, és nem igaz, és akkor kezdtem gondolkodni. Otthon is voltak kérdéseim, amúgy csak ott nem nagyon akarta senki válaszolni, és akkor ugye így elkezdtem én is abba hagyni, vagy lekérdezni utána. Úgyhogy szerintem muszáj, hogy nyitott szemmel látjunk a világot. Ez nagyon segíti szerintem szembeállni a szabályokat, amiket mindenki mondja, hogy így kell, és akkor így kell csinálni. Nem, hogyha más megoldás van, akkor miért nem csináljunk ezt? Miért kell mindenkinek egy-egy dolgot elfogadnia? Miért nem lehet több megoldás? Úgyhogy szerintem kell a dobozból kimenni, és akkor úgy talán tudjuk. Nevedet is megváltoztattad, vagy legalábbis azt a nevet, amit használsz. Beszélsz egy picit arról, hogy mit jelent a neved, és miért ezt választottad? Igen. Szóval én ugye születési nevem az a Kaffia, ezt szoktam használni régen, és amúgy a social médiában, szóval Instagramon, még a Facebookon is.
És mivel én szomáli vagyok, a szomáli emberek nem szeretik ugye, hogy a szomáli lányok hogy úgy viselkednek, mint ahogy én viselkedtem, például, hogy modellkedtem, nem szomáliai közönségbe járkáltam, meg ilyesmit. És egyszer csak szerintem valaki, aki nem ismerem, és soha nem találkoztam, csak úgy beírta a Google-ba a kávé nevet, lehet, hogy valami más kerestett volna, de Google kidobta az összes képeimmet, amiket csináltam a munka miatt, és a social media elérhetőségemet is rám írták, hogy én mit képzelem, milyen fenyegetés volt, hogy én mit képzelem, szólni fognak a családomnak, mi van, hogy tudják rólam, és többi. És akkor gondolkodtam, hogy így nem biztonságos, mert akkor bárkit ráhagyja engem akkor, és akkor úgy nem szeretném, nem csak magamnak, a családomnak is, ugye, hogy ott megmondják, hogy a lányok mit csinál, és akkor keresztény is lehet, ez neki nagyon nem lenne jó helyzet, nem jó helyzetbe kerülnének, és ezt nem akartam. Úgyhogy amiatt kezdtem váltani, keresni egy másik nevet, és először nagyon furcsa volt, mert ugye kávét ezt használtam már, mikor 18-19 éves koromig, és akkor most akkor legyen meg másik név, és úgy gondolkodtam, hogy mi lesz, mi legyen, és a Reja, amit találtam, a Reja amúgy az egy görög régi név, és ezt jelenti, hogy folyóvíz. És azt nekem nagyon tetszett, mert a víz az olyan, hogy nem tudod meghatározni, hogy merre fele indul, ugye merre fele megy, az erre megy, ahova kell, és ez a jelentés nagyon megtetszett, hogy az életem is az olyan mindig, hogy és meg én is oda fogok menni, ahova én akarok, és nem tudja senki meghatározni, és ez emiatt döntöttem, hogy legyen meg a Reja. Nagyon szép. Szerinted te bátor vagy? Nem tudom, lehet, hogy igen, és nem is, talán. Persze én ebből a szempontból azt tudok mondani, hogy csak valamit azt látom, hogy igazságtalan, vagy máshogy kell csinálni. Szeretem megmondani, vagy azt, hogy merni azt, hogy ez nem így van, akkor máshogy fogok csinálni. Mert szerintem később megbánni. Egy életünk van, hogyha nem merünk valami azt, amit látunk, hogy igazságtalan, vagy máshogy kell csinálni, nem csinálunk, akkor túl késő lesz később talán. Máshogy nem tudom újra kezdeni, és akkor lehet legközelebb újra jobbat fogod dönteni, szerintem lehet. Úgyhogy most, hogy tudom, hogy nekem egy életem van, és ki kell hozni belőle a legjobbat, úgyhogy merem. De őszintén nem gondolok magamról bátornak, én inkább merős vagyok, inkább mondjunk. És szerinted mi az, hogy bátorság, vagy mitől lesz valaki bátor? Én mindig a bátornak, azok az embereknek szoktam gondolkodni, akik, tudod, régen, amikor a nők kezdték erre menni, hogy legyen nekik a szavazásuk, legyen ilyek, még ők bátrak voltak szerintem. És amikor volt régen rabszolga, és akkor ki merték állni, és akkor minden ellen ott voltak, akkor ez nem így jogos, nem igazságos, és akkor merték ott kijön, ez a bátorság szerintem. De ezt, amit én csinálok, én szerintem voltam egy helyzetben, és azt láttam, hogy ez nem így kell, tűnnék jobbat, és akkor ki tudtam merni belőle. Persze nehézségekkel jön, mert akkor most nem tudok hazamenni csak úgy, mert ezek a dolgok, amiket tettem, vállást váltottam, és akkor ez nehéz most már. Úgyhogy így talán belefér a bátorságot, hogy mertem valamit csinálni, ami miatt most nehezebbet tettem mindenre nekem, magamnak. De amúgy úgy, hogy én azt gondolom, ők a bátorak, akik tényleg-tényleg nehéz dolgok ellen tudnak mondani, hogy nem, és meg tudnak állni a saját lábon, és nem állunk. Szerepeltél az UNICEF egyik kampányában is, és a Noárnak voltál a nagykövete. Miért vállaltad ezeket a felkéréseket, hogy találtak ezek meg téged? Szerintem a filmem után volt, amikor több ember figyelték rám, és még ugye mentük sokszor is beszélgetésekre, Q&A-ket csináltunk is, akkor tudták, hogy nyitott vagyok a kérdésekre, mert amúgy mi ezt vettünk észre, hogy az emberek félnek kérdezni nagyon sokszor. Vagy azt, hogy ugye mi, mint menekültként, nem tudják sokan rólunk. Azt gondolják, hogy mindenki, hogy itt vagyunk, és akkor élvezünk az életet, és akkor kapunk mindent, és semmit nem csinálunk, mi se többi, ami nem igaz. És hogyha kérdeznének
esetleg lehet, hogy tudnének, hogy igazán mi is történik. De mi, mint menekült részéről beszélve, ha mi beszélünk, akkor legalább lehet, hogy mások pedig értenének, hogy mi a helyzet, akkor mi az életünk is. Szóval minden két oldalról észrevettem legalább én, hogy nincs a kommunikáció, nem tudják semmit rólunk, és amiatt vállaltam amúgy a könnyűleckét forgatni. A UNICEF-et pedig én, a gyerekek szerintem a legfontosabbak, ők a jövők, és fontos, hogy tudjuk segíteni nekik, meg a Noir-nak pedig, de a migrációnak a nagykövete vagyok ott náluk, és ez persze nekem fontos, hogy ugye beszélni a migrációról, a menekültekről, és nem igaz, ami segíteni az embereknek egymást érteni, kommunikációt bonyolítani, kicsit ebben segíteni, és amiatt mondtam, hogyha picit valaki, egy embernek legalább azok a UNICEF-en keresztül, Noir-en keresztül dolgoztak egy másik a szervezeteknél, és amúgy a Close to Africa-nak hívják, úgy afrikai gyerekeket segítenek. Hogyha azok szervezők között keresztül tudok segíteni valakinek, egy embernek legalább, így már, most már így már nekem elég, hogy amiatt, amiatt vállalom, és szerintem azok fontosak. Mert egy ember segítesz, lehet, hogy ő más ember fog segíteni, és így az egész tudom, ilyen butterfly effektnek szokták hívni angolul, úgyhogy ez nagyon fontos. Igen. Ha pici is. Miért fontos szerinted, hogy kiálljunk másokért? Szerintem azért fontos, mert nagyon sokszor az van, hogy nem mindenki tudna magáért kiállni, és azért fontos, hogyha te nem, akkor valaki más tudna magadért magad mellett állni, és ilyenkor tudnak az ember bátorabb is neki lenni, amikor látni, ja, valaki tudna melletted kiállni, akkor én is lehet, hogy össze tudok hozni ezt a bátorságot, ami kell. És szerintem a világban olyan sok emberek vagyunk, miért nem segítünk egymásnak. Én nem, soha nem fogom megérteni, aki azt mondja, hogy mindenki foglalkozzon magával. Miért? Nem csak te vagy, létezel a világon, többen vagyunk. És hogy te jobb helyzetben vagy, mint más embernél, akkor miért nem tudod másnak a kezét fogni egy picit is, hogy te tudunk. Úgyhogy szerintem ezért nagyon fontos. Amikor részt veszel ilyen akciókban, amik valamiért történnek, Noir, UNICEF, akkor mit szoktál érezni? Mi ez az érzés? Őszintén, büszkén, nem magamra, másokért, és még azt, hogy a remény. Mert amikor például Noir-nél voltam, még a UNICEF, Noir-nél azt vettem, nagyon sok fiatal van, akik harcolnak folyamatosan a tanárokért például, ami most nagyon megy, és ami nagyon szomorú látni, hogy én annyira hálás vagyok a tanáraimnak, hogy nem hiszem el, hogy valaki akarna ők lenézni, vagy elvinni tőlük a munkát. Nélkülük nem tudom, hol lennék, mert tőlük miatt tanultam magyart, ezért beszélek magyarul, mert tanították, és figyelték rám. És ez nagyon szomorú az látni, és amikor látsz, hogy annyi fiatal harcol, és akkor ott van, mint minden, akkor mondom, ja, van remény. Lehet, hogy most egy kicsit nehéz, és nekik most nehezebb világot fognak nőni, de ezért, ha harcolnak úgy most, ahogy harcolnak, jobban lesz a világ. És mit mondanál valakinek, aki úgy gondolkozik, hogy beleálljon-e például az ilyen tiltakozásokba? Miért tegye meg? Ha úgy érzi, hogy ugye ő, mert ugye mindenkinek van kockázata, ugye, hogyha például valamit csinálsz, akkor lehet, hogy valaki nem fog tetszeni, és akkor emiatt fogod kapni feneketés, vagy beleszólások, mi se többi. Hogyha úgy érzi, hogy ezeket bírna, azok a dolgokat, hogyha valaki mondja, miért kiáltál mellett, meg ilyesmit, akkor csináljon. De ha úgy érzi valaki, hogy ez neki még nem, mert fél, mi se többi, akkor inkább nem, és inkább támogassa ezeket az embereket is, ne úgy a saját szavadat használjál inkább. Csak álljon mellettük, vagy hogyha szükségük van, akkor igen, de akkor nem. De amúgy szerintem nagyon fontos ilyen akciókban részt venni, mert ez a jövőnk. És amúgy azt szoktam mondani, hogyha, hogy mondjam ezt, hogy egy téglaházban éltek például, és az eddig emeletből kiég, szerinted a lentiek nem fog odaérni? De hogyha nem próbáljunk minél hamarabb ezt a tüzet leizélni, leállítani. De úgyhogy az valami egy probléma van most, ami nagyon nagy probléma, és azt mondasz, hogy ja, ez nem fogok én mellett állni, mert ez nem foglalkozik nekem, ez nem érdekel. De valahogy szerintem jön majd hozzád is, még
biztos. Úgyhogy ami egy közös probléma, ez egy közös probléma. Akkor is, hogyha nem pont direkt neked szól, de valahogy érinteni fog, mert egy helyen élünk. Neked mi jelent szabadságot, vagy mi jelenti a szabadságot a mostani életedben? Nekem a szabadság az, hogy tudok választani ezt, amit akarok. Hát nem számít, hogy ez micsoda, de van választási szabadságod úgy, mint tudod szeretnél, ki szeretnél, tudod dolgozni, ahova szeretnél, tudod öltözni, ahogy szeretnél, a vallási szempontból is tudod hinni, amit szeretnél, és mindenben tudod szabad lenni. Persze a szabadságban is van határa, szóval nem csinálhatunk mindent, amit csinál, nem mondhatom azt, hogy az utcán fogok sétálni, ott, ahol autók sétálnak, mert szabad akarok lenni, nem így van. De ezért ugye olyan dolgokat, ami értelmszerűen fontosak, hogy szeressél, akit szeretnél, legyél, akivel akarsz, dolgozzál, amit szeretnél, higgyél, amit, olyan vallásban, amit nagyon szeretnél, de mindig maradjál jó ember. Úgyhogy szerintem nekem a szabadság azt a választás, szabad választás, hogy van választási lehetőség, és nincsen az, hogy egy dolog van, és akkor csak ez más-más nincsen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!